Biztonsági garanciák és semlegesség, valamint készek vagyunk Ukrajna nem nukleáris státuszára, mondta vasárnap este Volodymyr Zelenszky az őt kérdező orosz újságíróknak. Az ukrán elnök kifejtette, országa kész tárgyalni a semleges státusz elfogadásáról, de egy ilyen egyezményt harmadik feleknek kell garantálniuk, és népszavazásra kell bocsátani. Szerinte Ukrajna nem hajlandó megvitatni az ország lefegyverzését, de fegyverszünet és az orosz csapat kivonás nélkül nem jöhet létre béke megállapodás. Ki jelentette hajlandó kompromisszumot kötni a Donbás régió ügyében. Közölte azt is, Ukrajnának nincs sem nukleáris, sem vegyi fegyvere.